A Sétáló Budapest programja számos célt foglal magába. A legfőbb célom az, hogy legyen igény a budapestiekben arra, hogy élhető, zöld és egészséges környezetben éljenek. Legyen igényük közösségi terekre, arra, hogy hozzájuk tervezzék a várost és ne az autókhoz. Minden közösségnek szüksége van célra, vízióra. Tarlós István a betonember, a probléma megoldó nyilvánvalóan nem képes ezeket biztosítani. Ezért van szüksége Budapestnek új vezetésre. Célom, hogy Budapesten számos sétálózóna létesüljön. A legnagyobb, a folyópartot, a várnegyedet és a bulinegyedet magába foglaló sétálóövezet a város belsejében lesz. De Újpesten, Kispesten, Óbudán és Kőbányán is kellenek olyan közös terek, ahol a városlakók sétálhatnak, beszélgethetnek, sportolhatnak. Az autók eltűnése otthonosságot és identitást ad egy városrésznek. Célom, hogy minél többen letegyék az autójukat. Célom, hogy a tömegközlekedés jobb minőségű, valóban reális alternatíva legyen. Célom, hogy segítsem a kerékpározni vágyókat. Célom a dugók felszámolása. Célom a város működőképességének biztosítása, mégpedig a jelenleginél magasabb színvonalon. Ezt a víziót kínálom a budapestieknek. Egyrészt, mert sürgető, a budapesti levegő állapota ugyanis tragikus. Másrészt, mert még etéren telt a legtöbbet egy főpolgármester. Stábunknak konkrét elképzelése van a lakhatási válság megoldására. Kollégáim nagy erőkkel dolgoznak az egészségügyi kérdéseken, épp úgy, mint a szociális problémákon. Ugyanakkor látni kell, hogy Orbán Viktor kifosztotta Budapestet. Elvette a főváros bevételeit, jogköreit, intézményeit és a budapesti adófizetők pénzét. Ha a budapestiek engem választanak, a lehetőségeim biztosan korlátozottak lesznek. Én pedig igyekeztem olyan programot adni, amit lehetőségem is lesz átütni. Ez ma a Sétáló Budapest.